Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mint ahogy arról már a Paletta magazinból értesülhettek, csütörtökön megtartotta alakuló közgyűlését a Csóri Sándor Társaság, az országban az első Csóri Sándor Társaság. A Szent István Művelődési Házban természetesen az eseményt követően megválasztották a társaság vezetését is. Hadd mondjam el, a társaság elnöke Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész lett, az alelnökök El Simon László, Bence Lajos, Sebők Melinda, Sebő Ferenc, az általános alelnök Vakler Anna, illetve a titkári munkát pedig Jakubek Tiborné végzi majd a következő időszakban. Vendégeim pedig ezen a napon Vakler Anna, az általános alelnök, szervusz, szia, szervusz. És Bakonyi István. Szervusz, köszönöm a nézőket is. No, hát itt volt az ideje, mondom én, mindenféle értelemben és módon, annál is inkább három esztendeje nincs köztünk Csóri Sándor. Honnét jött a gondolat, hogy azt a munkásságot, ami lefedi egyik oldalról természetesen a népi kultúrához is a gyökereket, a másik oldalról azért a nemzeti identitásért tett annyit, hogy egy kicsit kiemelten is foglalkozunk, mármint ettől a pillanattól kezdve az ő életművével. Én ebbe a szóba szeretnék belekapaszkodni, hogy itt az ideje, mert az is meglehetősen ritkaság számomra egy Magyarországon, hogy egy költő vagy író halála után 3 évvel megalakul egy társaság. Azonban amikor Kálisz Sajtos József megkeresett bennünket ezzel az ötlettel, akkor egyből arra gondoltunk, hogy ez kötelessége lehet a szűkebb hazának, hogy ezt a társaságot létrehozza, már csak azért is, mert ahogy mondtad is, ez az életmű annyira szerteágazó és annyira felöleli a magyar kultúra számos területét, hogy mindenképpen fontosnak tarthatjuk, hogy ezt az életművet ébren tartsuk. Nem ápoljuk, hanem ébren tartsuk, mert akár a költészetét, a esszé írását, akár a népművészethez fűződő viszonyát nézzük, vagy a közeledben elfoglalt szerepét, ugye köztudott, hogy a Duna TV létrehozásában milyen fontos szerepet játszott Csóri Sándor, vagy az, hogy a Magyarok Világszövetségnek egy évtizeden át volt az elnöke. De ezek összefüggenek azzal a alkotói tevékenységgel, ami számunkra rendkívül fontos, és emlékszünk arra is, hogy 1990 előtt oly sok vihar övezte az ő életművét, hogy más nem mondjak, Fehérvárra nem lehetett mindig meghívni, mert volt, amikor nem kívánatos személynek minősült. Ez jelezte nyilván azt, hogy a rendszerváltás előtti ellenzéki köröknek egyik vezéralakja volt. Viszont, mint költő is, én azt hiszem már akkor a olvasóközönség felismerte, hogy egy olyan életműről van szó, amelyben a népköltészethez való vonzódás és a legmodernebb törekvéseknek a megjelenése, gondolok itt a modern 20. század irányzatokra, ez mind-mind ott van az ő lírai életművében. Azt is mondtam, hogy ahogyan számos elődjét is elődjének az életművét is megtermékenyítette az avantgárd és a sok-sok váltás, ez az ő költészetében is ott van. Egy nagyon modern szintézis hozott létre az életművével, és ehhez még hozzátartozik az a fajta esszé írása is, ami szerintem a Németh László utat követte, és például a népköltészetről, a népdal világáról mondott rendkívül fontos és érvényes dolgokat. Igen, megérkeztünk a népdal, a népművészet, a népköltészethez. A szerepvállalásod leginkább ennek köszönhető. Hiszen a felkérés szinten nem tudom, hogy így van-e, talán igen, de azt hiszem, hogy nem. Valójában pedig nem ezt várják tőlem, ha jól értelmezem a feladatomat. No, akkor mi lesz a feladatod általános alelnökként? Hát azt gondolom erről a társaságról, hogy az igazi kihívás az nem a feltétlenül az irodalomtörténeti összefoglalások elkészítése és az irodalomtörténet, vagy a írótársak, költőtársak összefogása. Az igazi feladat az, hogy azokhoz a rétegekhez próbáljuk meg azzal a szemlélettel, az új technikákkal eljuttatni, akik általában az irodalomhoz is kevésbé lendületesen, vagy kevésbé sűrűn fordulnak, és talán ebben a korábbi tevékenységeim mutattak valamiféle utat. Ha belegondolok azonban abba, hogy Csórinak a költészete az rám hogy hatott, az előbb említett modernitás abban is látszik, vagy abban is szerepet kap, ahogyan ő amilyen rétegzettséggel a verseiben fogalmaz, és ez a fajta asszociációs mező, amiben ő nagyon-nagyon tág képzeletnek ad helyet,
Hát ez a mai digitális technikákkal, az összművészeti törekvésekkel teljesen összhangban van. Tehát ez az, amit szeretne a társaság igazából felvállalni minden módon, ahogyan maga Csóri, a Digitális Irodalmi Akadémia alapítója is volt. Tehát teljesen tisztában volt azzal, hogy használnunk kell az új közlekedési formákat, az új csatornákat, és talán ez lesz a legnagyobb kihívás a társaság életében. Hogy tudjuk megtalálni ezt az utat? Nyilvánvaló, ez programfüggő mindenképpen. Én egyébként abszolút egyetértek vele, hogy kicsit szélesíteni kell azt a kört, mert nagyon bensőséges, ahogy tetszik mostanában az irodalmi társaságok élete, és az irodalmi életünk is. Hogy sikerül majd megoldani azt, hogy egy kicsit kinyissátok tárva várt kapuk várják azokat, akik a Csóri életmű iránt érdeklődnek? Ez két irányú tevékenység. Az egyik az, hogy a tényleges tagságot mozgatni. Egyébként nagyon örvendetes volt számunkra, azt hiszem neked is és nekem is, hogy az első hívószóra rengetegen jelentkeztek az országból. Irodalomtörténészek, költők, írók, népzenével foglalkozók. Nem véletlen az, hogy felsoroltad a tisztségviselőket, nem véletlen, hogy Sebő Ferenc például az egyik alelnökünk, nyilván ezt a vonalat képviseli. Még a modernitáshoz azt szeretném hozzátenni, hogy olyannyira igaz ez, hogy amikor a népköltészetről ír Csóri, akkor például a magyar népdaloknak a világát a szürrealizmussal veti egybe, számos példát hoz fel rá, tehát igazolja azt is, hogy tulajdonképpen a közhiedelemmel ellentétben a magyar népköltészet világa, ha úgy tetszik, a modern költészettel is érintkezik. Ami még kérdeztél arra, a másik oldal persze nyilván a modern technikának a felhasználása, már működik például a Facebook oldalunk, úgyhogy igen gyorsan úgy érzem, hogy csatlakoztunk ehhez a világhoz. Ocsenás Kati a gazdája, aki Agárdon, Gárdonyban a művelődés élet egyik vezető alakja, rendkívül hasznos tevékenységet folytat számunkra is, és kétségtelen tény, hogy a világhálónak, a Facebooknak és más ilyen hordozóknak a lehetőséget fel fogjuk használni. Nyilván eleve elrendelés volt egy Csóri társaság megalakítása, de azért nagyon fontos, hogy ki mindenki vállalt szerepet. Ugye erről ejtettünk már szót. Nagyon fontos, hogy Spányantal megyes püspök azt mondta, én nem idézem most, mert nagyon sok mély gondolatot idézhetnék tőle ennek kapcsán is, de az, hogy felvállalta, hogy a Szent István Művelődési Ház lesz a központja voltak éppen ennek a társaságnak, az már egy óriási dolog. Igen, együtt voltunk többek között Káli Satos Józseffel és Jakubek Tibornéval, és mi ketten, amikor ez az ötlet megszületett a püspök úrnál, és az első szóra azt mondta, hogy igen, ez azért fontos, mert ugye a Szent István Művelődési Ház annak idején rengeteg olyan programnak adott teret, amelyben Csóri Sándor volt a vendég, a különböző kerek születésnapoktól kezdve nagyon sok alkalommal volt a vendégünk, és arra gondoltunk, hogy legyen ez a ház az intézményi háttér, és örülünk neki, hogy az első szóra ezt bevállalták. Rendkívüli méltóság és felelősség kíséri a mindennapi tevékenységet. Mi mindent kell tenni, és először inkább hadd kérdezzem meg, mert ez nagyon érdekes, hogy a Balog Júlia, az özvegy, miként fogadta a hírt? Ott kifejezetten megtiszteltetésként jellemezte ezt a kezdeményezést. Nagyon fontos az ő tevékenységében, a médiában is, és egyáltalán a közéletben is Csóri Sándor hagyatékának az ápolása, és ugyanakkor azt is éreztük, hogy ezt a fajta összetettséget, amit egy társaság tud ennek az ügynek az érdekében tenni, ezt nyilván egy család nem tudja biztosítani. Rajta kívül azonban számítunk a fiára, ifjú Csóri Sándorra, és az ő gyermekeire is, valamennyien nekem is barátaim, kollégáim a népzenében kiemelkedő szerepet töltenek be, és egy olyan fontos bázisa lehet a mi tevékenységünknek az ő egyébként nem csak a népzenére, a népdalok világára, hanem Csóri Sándor verseire vonatkozó megzenésítési, népszerűsítési törekvéseik, amely szintén szerintem egy fontos elemünk lesz. De talán ez lesz az a világ, amiben
pályázatokkal meg tudunk szólítani fiatal zenészeket, alkotócsoportokat, akár egy vers megzenésítési pályázatra is gondolhatok. Nem csak Sebő Ferenc, de hát itt van a Misztrál együttes, itt van közöttünk Kelemen László, Zeneszerző Hagyományok Háza igazgatója, valamennyien olyan intézményekből, olyan művészi törekvésekből jönnek, ahol az irodalom központi szerepet játszik. Nagyon fontos, amit mondtál, annál is inkább, hogy a zene és a csóri versek kapcsolata, hiszen ezek tényleg méltóak a megzenésítésre. Mikával beszéltem róla neki már most, tehát Heitzinger Miklósról, Mikáról beszélek, a Misztrál együttes egyik vezéralakja, aki már ott elmondta, hogy neki már ott van a fejében a dallam egy része. Igen, ők nagyon jól ismertek Fehérváron, ugye a vers ünnep kapcsán, a verstábor kapcsán. Én is beszéltem, és örültem, hogy első szóra tag lett, alapító tag, de Heitzinger Mika. A ő szertágazó tevékenységük eddig nem nagyon figyelt Csóri verseire, de fognak figyelni. Sőt, hát hozzáteszem, hogy ha már itt tartunk a Csíki versünnepre, én javasoltam Mihály Magdolnának, hogy a következő évben a Csóri életmű legyen annak a Székelyföldön megvalósítandó versünnepnek, versmondó versenek a központi figurája. Hát nem is beszélve arról, hogy tudjuk, hogy Csóri mennyire kötődött az erdélyi és a székelyi kultúrához. Mellette vagyok, május 8-án lesz, igen. Ugye már tudjuk 2020-ban. Ez már a reklámhelye volt. Ez a reklámhelye volt. De előtte lesz egy rendezvényünk, nagyon hogy szeretnénk novemberben elkezdeni egyfajta közhasznú tevékenységet, és éppen, ha már a vers megzenésítésekről van szó, a Csóri életmű kiadásban megjelent a gyermekverseiből egy válogatás, melynek a hátuljában ott szerepel a Sebő Együttesnek a CD-je, és ebből szeretnénk novemberben megmutatni egy csokorra valót, egy pályázati formában a alsó tagozatosok számára, és egyben ez az életmű sorozatnak a bemutatója is lenne, hiszen ezt egy erdélyi kiadó vállalta fel. De hát a legnagyobb előttünk álló esemény a következő év február 3-ájához kötődik, hiszen akkor lenne Csóri Sándor 90 éves. De nem csak őt ünnepeljük majd. Igen, itt tesszük hozzá, vagy teszem hozzá, hogy, és ez fontos azért hangsúlyoznunk, hogy ez a társaság abban különbözik különböző társaságoktól, hogy ez kizárólag az életművel, a névadó életművel foglalkozik. Igen, tehát most ezzel tulajdonképpen megelőztél egy gondolatsort, mármint az enyémet, tehát oszlassunk el egy félreértés, ez nem ellenvörös Marti társaság. Semmiképpen, hiszen azt már számtalanszor elmondtad te magad is, illetve hát elhangzott, hogy a Csóri Sándor életmű, és ahogy itt is beszéltünk már róla, a Csóri Sándor életmű mélységének kutatása, bemutatása, közkincsététele, ha úgy tetszik. Amit Anna említett, ez a születésnap környék, ez egy nagyszabású táncos, zenés, irodalmi műsor lesz várhatóan februárban. Azonban, és itt teszem hozzá, hogy teszünk egy kivételt, és lesz egy költő, akivel Csórin kívül is foglalkozunk, ugyanis Zámoly másik nagy kossuth-díjas költő született, Csanád Imre pedig jövőre ünnepeljük a 100. születésnapját, és az a 90 meg a 100 ez arra ad alkalmat, hogy kivételesen egy olyan emlékürést szervezünk valamikor tavasszal, amelyen mind a Csóri, mind a Csanádi életmű ott meg fog jelenni. Eddig most kivétel természetesen, de hát oda is elsősorban fiatalok jelentkeznek majd a megzenésítésre. A szakmai, nagyon szigorúan vett irodalmi szakmai programok szerepelnek. Viszont az alapkérdés, hiszen az benne van az alapító okiratban, hogy szeretnénk, ha még egyszer ismétlem magam, a közkincsé tenni. Hogyan lehet ezt a palettát megmutatni a köznapi embereknek, a mindennapi embereknek, hiszen ez a cél, ha jól értem. Hogyan lehet rábírni az embereket, hogy olvassanak naponta verseket? Vagy felidézzenek olyan eszéket, olyan gondolatokat, amelyek az elmúlt évtizedekben, évszázadokban születtek? Azt hiszem, hogy mindannyian ezzel a problémával küzdünk, szembesülünk. Részben új formákkal. Nagyon jó, sok jó gyakorlatot látunk ebben. Az, hogy egy Facebookon megjelenik egy olyan kezdeményezés, mondjuk Lackfi kezdeményezése, aki egy verspárbajra hív mondjuk egy másik költőtársat, vagy az, hogy egyáltalán verset közöl naponta. Azt gondolná az ember, hogy ez egyáltalán nem borzolja fel a kedélyeket, de igen, tehát meg kell nézni a klikkek számát, és látszik, hogyha mi is bekapcsolódunk ebbe az információ közlésbe, nagyon csúnyán hangzik, mert nekünk érzéseket, gondolatokat kellene, olyan impulzusokat kéne adni,
ami a mai nagyon megemelkedett inger küszöbben is elér embereket. Én nem gondolnám azt, hogy mi most meg fogjuk váltani a világot, de azt gondolom, hogyha kellőképpen kreatívak leszünk, és ez azért a tagság összetétele, lelkesedése erre ad nekünk egy reményt, akkor képesek leszünk eljuttatni olyan impulzusokat a különböző generációkhoz, amelyek közelebb viszik Csóri életművéhez, a mindennapi használatához az érdeklődőket. Hát igen, a világ megváltás nem a mi dolgunk valószínűleg, és azt is tudjuk, hogy vannak ennek előzményei. Hát ugye él a Csóri életmű kiadása, amivel majd novemberben foglalkozunk egy estén. Vagy az jutott eszembe, hogy valamikor tavasszal a Zicsi-ligetben Novák Péter és csapata rendezett egy rendkívül érdekes programot, amelyen gyerekek táncoltak, verset mondtak, Novák Péter maga is szerepelt, ő is egyébként a tagjaink, elnökségi tagjaink közé tartozik. Tehát valamiképpen nem a nulláról indulunk természetesen, meg azt is tudjuk, hogy számos olyan program van az országban, amely a Csóri életművel foglalkozik. Azt még azért hozzátenném, hogy Fehérváron vagyunk, ez nyilván nem véletlen, és a Számoly közelében vagyunk, és azt gondolom, hogy a költői életműnek és egyáltalán az egész jelenségnek a mind jobb megismerésében és a szülőföldhöz való kötődésben vannak dolgaink. Egy megerősítést jelent az, hogy Cserpakovics András polgármester úr is támogatásáról biztosított benneteket? Hát hogy? Hát az nagyon fontos Székesfehérváron, hogy a város támogassa az ilyen ügyeket. Nagyon jó előzménye vannak ennek is, az általad említett Vörös Mati Társaságnak, hogy a várnak is nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a város önmagáinak érzi. De tágítjuk is a köröket, és igyekszünk természetesen igazából országossá válni. De az, hogy Fehérváron vagyunk, ez nagyon meghatározó. Tehát nem csak, hogy országossá, hanem igazából ez Igen. egy összmagyar kezdeményezés abban a tekintetben, már most is, hogy határon túli. Kárpát-medence, de a tengeren túli jelentkezőink is vannak. Sőt, hát Csórinak kifejezetten például Amerikai Egyesült Államokban egy nagyon nagy köre van, akik számon tartják az ő művészetét és közéleti tevékenységét. Tehát igazából eznek az összmagyar kezdeményezésnek, amikor először megkerestük a polgármesterünket, azonnal egy olyan pozitív reakcióját visszhangozta felénk. Ez az ő célja is, hogy legyen a Fehérvár egyfajta történelmi, szakrális fővárosa ismét, és hát itt ebben az ügyben művészeti értelemben is a magyarságnak. Egyébként én meglepődtem az alakuló ülés előtt, ahogy körülnéztem. Egy csomó régi ismerős tűnt fel, nyilvánvaló, hogy gyorsan terjedt a hír. Egyébként az irodalmi körökben, mondjuk Pesten például, mit szólnak ehhez? Mert nyilván azért már elterjedt a híre. Szent Mártoni János levélben mentette ki magát, hogy az Írószövetség elnöke, hogy nem tudott itt lenni, de azt mondta, hogy amiben tud segít. Mezei Katalin, aki ugyancsak fontos szereplője a magyar irodalmi életnek, ugyancsak tud rólunk és támogatásra biztosított. Nyilván a pályázatokra is kell majd építenünk. Vagy azt is hozzátehetem, hogy nem véletlen, hogy az egyik alelnökünk Bence Lajos, aki a Muravidéki Irodalomnak a jeles képviselő, tehát ő a határainkon túliakat képviseli a szűke vezetésben. Nagyon jó volt a visszhang, úgy érzem, és tényleg olyan jeles irodalomárok jelentkeztek Debrecentől Lendváig, és lehetne folytatni a sort, akik a mai magyar irodalmi életnek és kultúrának a vezéralakjai közé tartoznak. Egyébként ezt a kötetet azért hoztam el, a nézőknek is megmutatom. Természetesen Székesfehérváron találkoztunk, és erről már szintén beszámoltunk a híradónkban. Ugye ez közvetlenül az alakuló ülés után mutatta be. Gró Gáspár és Márkus Béla jegyzi szerkesztőként, illetve a válogatás atyaként. De azt hiszem, hogy ez egy komoly lépcső, mármint az, hogy megérkezett Székesfehérvárra is. Hát annál is inkább, mert egy olyan kereszt és hosszmetszetet az életműről, ami eddig még nem volt elérhető. Ugye ez egy igen kiváló sorozata. Azt hallottuk viszont a Sebes Nyilván főszerkesztőtől, hogy ez utolsó kötet ennek az In Memoriam sorozatnak. Ezt némiképp sajnáljuk, mert még lenne néhány önéletmű, amelyre érdemesen így foglalkozni. A műfajhoz hozzátartozik, hogy Csóri szövegek, Csóriról szóló szövegek, viták, interjúk és más műfajok vannak együtt jelen benne, és azt hiszem, ha valaki ezt végiglapozza, végigolvassa, akkor
akkor egy nagyon érdekes összképet kaphat meg Csóri Sándorról. Hozzáteszem, hogy nem csak a Csóri életműhöz közel álló személyek vannak benne, hogy egy kirívó példát mondjak, ugye tudjuk, hogy annak idején Durai Miklós Amerikában megjelent Kutyaszorító című könyve, ez Csóri Sándor írt először, ebből nagy vihar kerekedett, és az élet és irodalomban, akkor ez a, ugye a 80-as évek, a akkori hatalom szeretett volna felhasználni írókat, költőket, hogy támadják meg Csórit ezért a bűnös tettért, nem vállalta senki, és Hajdú János írta meg ezt a hírhet ésbeli cikket, ez is részletegön benne van, mint ahogy nagyon sok olyan írás is található ebben a kötetben, amely az életműhöz nem közel állóknak a, sokszor egyébként korrekt véleményt tartalmaz. Hogy más mondjak, ugye most friss még a gyász Konrád Györgytől van nagyszerű írás például benne, vagy éppen egy Radnóti Sándor nevű irodalomtörténésztől, aki ugyancsak teljesen más világot képvisel, de nagyon reálisan, nagyon hozzáértően és tisztességgel szólnak ők is erről az életműről. Egyébként, hát másként nem is nagyon lehet, hiszen azért csak idézem Görömbei András irodalomtörténészt, aki az alakülőlésen a következőket mondta, költőként az a legnagyobb irodalomtörténeti érdeme, mármint Csóri Sándornak, hogy összetéveszthetetlenül egyéni színnel vitte tovább költészetünknek azt a fővonulatát, amelyet elődei és kortársai Balassi Bálinttól Nagy Lászlóig megteremtettek. Azt hiszem ebben jószerivel egy bővített mondatban mindenben. Hát Görömbei András volt a életmű legjobb ismerője, én azt hiszem, és monográfiát írt Csóri Sándor életművéről, mint oly sokan mások is, de hozzáteszem ismételten, hogy ez nem egy bizonyos kánonhoz, bizonyos irodalomtörténeti csoporthoz tartozó véleménycsokor csupán, hanem ennél sokkal összetettebb. És erre szükség is van. No, tehát akkor elindult ez a folyamat. Lesz dolgotok bőven, én azt gondolom. Visszajelzések rendben vannak, hely van. Én ott körülnéztem, Lívia Jankúval találkoztam, Deák Mórral találkoztam, Mikájékkal, veletek, nagyon Sebő, mindenki ott volt, aki él és mozog. Én azt gondolom, ha már a fehérváriak is csatlakoznak, akkor ez egy csoda. Ott voltak ők is. Igen, de hát lesz dolgotok bőven. Tehát melyik az első, hogy ott invitáljuk meg a nézőket? Szeretettel várjuk őket novemberben a Szent István Művelődési Házba, a Sebő Együttes lemezbemutatójára, melyet a Csóri életműsorozat bemutatásával szeretnénk egybekötni. Nos, hát akkor köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, hallották kedves nézőink. A Nemzet Lelki Ismeretére emlékezik Székesfehérvár a Csóri Sándor Társasággal, és hát érdeklődéssel várjuk a társaság további életét. Pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!